A díszlet az nagyon érdekes volt. Az előadás az közepes, mondanám. Mi nem tetszett benne? Hát mondjuk szerintem azért a Moyeri nyelvezettől elég távol áll ez a vulgaritás, ami jó, de értem, hogy így kortárssá próbálták tenni a darabot, és annak köszönhető bizonyára ez a... Mert ugye Shakespeare átiratok is vannak, amik azért így kicsit számomra hát borzongatóak, de jó volt. Én úgy érzem, hogy ez egy egyszemélyes darab volt, és a főszereplő vitte el a nagy súlyt. Én az ő alakítását remeknek éreztem. Egyébként meg úgy érzem, hogy egy picit túlságosan harsány effektek voltak időnként, amit nem éreztem, hogy annyira a helyén levő lett volna. De úgy egészében tetszett nekem. Különösen a főszereplő, hogy végül a színpadon volt, és nagyon-nagyon szerepel. Kifejező volt a színészek játéka? Igen. Mit tetszett a darabban elsősorban? Talán a lendülete, hogy annyira... Sokat nevettek? Igen. Díszlet? Jelmezek? Hát a jelmezek nem annyira, én jobban szeretem a korabeli, de a díszlet az tetszett. Nagyon érdekes volt, megkökkentő számomra. Tetszett színészi alakítások, minden. Tehát Molière darabot így ilyen köntösben még nem láttam. Nagyon tetszett, igen. Mit tetszett benne elsősorban? Hát, a történet? A történet, a színészi alakítás nagyon tetszett. Kíváncsi is voltam ezekre a színészekre, a debreceni társulatra, mert figyelemmel kísérem őket. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt, hogy láthattam. Milyen konzekvenciát sikerült esetleg levonni a darab végén? Nagyon kíváncsi is voltam, mert Goldinit a mai világban, de meg kell, hogy mondjam, hogy most is aktuális minden szava. De voltak benne ilyen zavaros részek, de amúgy jól játszottak, meg érdekes volt. A történetről mi a véleményed a lezárásáról az egész darabnak? Értettetek mindent belőle? Igen, értettük, szerintem. A végét azt értettük, csak közben voltak, amiket csak később értettünk meg. Színészi teljesítmény? Az nagyon jó volt, nagyon jó volt. Tetszett, és össze tudom hasonlítani egy 30 évvel ezelőtti darabbal, amikor Kecskeméten játszották ugyanezt, akkor az volt a címe, hogy Skapen furfangjai, és Székhelyi József játszotta a címszerepet. Ennyi idő távlatából az már egy kicsit feledésbe merül, de tetszett ez is. Konzekvencia, amit esetleg levon belőle a végén? Milyen értelemben? Nem tudom, hogy a lezárásra nekem kicsit olyan... Igen, erre nem számítottam. Tehát nem emlékszem rá, hogy így a címszereplő halálával végződött volna a történet. Talán ez is mókás volt, azt hiszem.